A baj csak az, hogy még nem tanultunk semmilyen statisztikai próbát, és miután a feltételek azok próbához kötöttek, ezért először ismernünk kell néhány próbát ahhoz, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy milyen feltételeket érdemes ellenőrizni, és hogyan lehet őket ellenőrizni. Azért, hogy jobban értsétek a parametrikusság feltételeinek ellenőrzését, nagyon gyorsan át fogunk szaladni két nagyon egyszerű statisztikai próbán, a független mintás T-próbán és a Pearson korreláción. Nem fogjuk átnézni az elméleti részét, csak annyit szeretnék megismertetni veletek ezekből a próbákból, amennyi ahhoz szükséges, hogy megértsétek azt, hogy az adott feltételek, amik a próbához tartoznak, miért fontosak, illetve megértsétek, hogy a próba feltételeinek sérülése a próba eredményeit hogyan befolyásolja, milyen biaszokat, milyen torzító hatásokat vinne bele az eredmény. Be. És miután megismertük ezt a két statisztikai próbát, utána a két statisztikai próba segítségével fogunk végigmenni a parametrikusság feltételeinek ellenőrzésén. Lássuk először a Pearson korrelációt. A Pearson korreláció két folytonos változó közötti lineális együttjárást vizsgálja. Például, hogyha az elfogyasztott csoki mennyisége és a boldogság között a Pearson korreláció alapján egy pozitív kapcsolat található, az azt jelenti, hogy minél több csoki teszik valaki, annál inkább nő a boldogsága, azaz az elfogyasztott csoki mennyiségével együtt nő a boldogság is. A működése konyha nyelven, az gyakorlatilag annyi, hogy a két változó közötti kapcsolatot egy egyenessel próbálja modellezni, és annál erősebb lesz egy korreláció, minél jobban leírja a modell a pontokat, azaz minél közelebb helyezkednek el a pontok az egyeneshez, azaz minél kisebb a modell pontatlansága, azaz minél pontosabban be lehet jósolni az egyik változó értékéből a másik változó értékét. Láthatjátok, hogy az elfogyasztott csoki mennyiség és a boldog között egy viszonylag erős pozitív összefüggés van, az azt jelenti, hogy ha az elfogyasztott csoki mennyiséget nézzük, akkor abból viszonylag pontosan belehet jósolni a személyek boldogság értékét. Ezzel szemben mondjuk az elfogyasztott pizza mennyisége és a boldogság között még mindig egy pozitív összefüggés van, de ez az összefüggése sokkal gyengébb. Ez azt jelenti, hogy a pontok azok jobban szúródnak a modell által felvázolt egyenes körül, azaz a a modell kevésbé képes bejósolni a boldogságot, azaz az elfogyasztott pizza mennyiségéből kevésbé lehet jól bejósolni a boldogság értékét. Amit még érdemes tudni a Pearson korrelációról, hogy csak lineális összefüggések vizsgálatára alkalmas, azaz, ha az elfogyasztott alkohol mennyisége és a boldogság között nem lineális az összefüggés, hanem egy ilyen fordítottú alakú, akkor ezt lineális Pearson korrelációval igazából nem érdemes mérni. Na hát nézzük az első hipotézisünket, nézzük meg azt, hogy igaz-e az az állítás, hogy pozitív összefüggés van a pszichológiai jólét és a szűk kapcsolati kör között. Ez ugye egy összefüggés vizsgálat, ennek megfelelően az első gondolatunk, amit erre végezni szeretnénk, az egy Pearson korreláció lesz. A Pearson korrelációnak öt feltétele van, egyrésztről a kitöltők függetlensége, a skála típusú változók, a normalitás, a szórás amit korreláció esetében olyan fenszi néven nevezünk, hogy homoszkedaszticitás, illetve a linealitás lesz még a feltétele. Úgyhogy nézzük meg, hogy ezt az öt feltételt egy mondjuk egy ilyen összefüggés vizsgálat esetében hogyan lehet ellenőrizni. Magában az elemzésben ugye kettő változó szerepel, a pszichológiai jólét, amit a VBI változóval mértünk, illetve a szűk kapcsolati kör mérete, amire ugye volt egy mérési metódusunk, az adattisztítás során erről a metódusról beszéltem. Ez gyakorlatilag a legszűkebb néhány ismerősünket jelenti, akikre igazából számíthatunk, akikkel a legnagyobb örömeinket és bánatainkat megmerjük osztani, akiktől tanácsot merünk kérni, Mérünk, kerünk, merünk, kérni, és ez általában egy ilyen együtt fő szokott lenni, a legszűkebb családunkat és esetleg legszűkebb barátainkat, legszorosabb barátainkat szokta magában foglalni. Ez a kettő változó lesz, ugye beszéltem már arról, hogy Pearson korrelációt fogunk használni, és akkor egy táblázatban felsoroltam az öt feltételt, és szépen haladni fogunk ezeken a feltételeken végig, és hogyha valamilyen feltétel teljesült, akkor azt ki fogjuk pipálni. Ha az egésznek a végén arra jutunk, hogy minden feltételt ki tudtunk pipálni, akkor örülünk, és akkor Pearson korrelációt használunk. Hogyha valamelyik feltételt nem tudtuk kipipálni, akkor meg ugye kell keresni egy másik próbát, ami szintén változók közötti kapcsolat mérésére alkalmas, de az az adott feltétel mégsem szerepel a feltételei között. Tehát például ha a normalitás nem teljesül majd, akkor Pearson korrelációt nem fogunk használni, és helyette egy másik korrelációs eljárást, mondjuk a Spearman korrelációt fogjuk alkalmazni. Minden egyes statisztikai próbánál meg fogom tanítani azt, hogy mi a parametrikus próba, illetve annak milyen alternatívái vannak. Tehát amikor mondjuk majd korrelációs eljárásokról beszélünk, akkor először mindig megtanuljuk majd a Pearson korrelációt, és utána megtanuljuk a Spearman korrelációt és a Kendall-féle taut. Amikor t-próbáról, független mintás t beszélünk, a két minta összehasonlításáról beszélünk, akkor először megtanuljuk a parametrikus független mintás t és utána megtanuljuk egyéb nem parametrikus alternatíváit, a WEG-tesztet, a MENVITI-tesztet, a Wilcoxon rangösszegtesztet, és így tovább, és így tovább. Amikor a Novákról beszélünk, független mintás a Novákról, az először megtanuljuk a Univariét, a Novát, és utána megtanulunk nem parametrikus verzióit ugyanennek, mondjuk megtanuljuk a wallis tesztet. Tehát minden egyes próbánál fogok ilyen alternatívákat ö, tanítani, ahol ilyen alternatívák léteznek. Most nem fogjuk ezeket az alternatívákat mind végignézni, hiszen a jelen videósorozatnak összvisz annyi a célja, hogy ezeknek a feltételeknek az ellenőrzését ö, megtanítsa.